Mint azt a fehérváriak megtapasztalhatták, új ökofamily áruház épül, megújul a Jancsárkert termelői és biopiac, és bővül a parkoló terület is. A Balatoni út 10 szám alatti ingatlan magyar tulajdonosa, a Corbéi ingatlan hasznosító Kft. Mintegy 1 milliárd forint összegű beruházása várhatóan májusban nyílik meg. Ugyanakkor, ahogy Schulz György, a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület elnöke elmondta, az új esztendőben is hamisítatlan őstermelői áru, több száz háztáji egyedi, sajátos ízvilágú, minőségű élelmiszer, illetve kézműves termék várja a vásárlókat. Nem jellemző a mostani időszakra az úgynevezett uborka szezon, hanem kicsit nagyobb a vásárló érdeklődés, és ezt a termelők, a háztáji termelők előrevetítik az egész évre. Kicsit optimistábbak most, mint akár korábban voltak. Tehát az alap az, hogy úgy látják, hogy megvan a vásárlói kereslet, az érdeklődés a háztáji termékek iránt, az egészséges itt a helyben vagy a környéken termelt háztáji termékek iránt. A Jancsárkert ezen a szombaton is megtelt vásárlókkal nem véletlenül, hiszen a kiváló minőségű szezonális friss termelői gyümölcsöknek és zöldségeknek nagy keletje van. A természet legfrissebb ízeivel, hazai családi gazdaságokból, őstermelőktől származó áruk gyorsan vevőre találtak a januári fagyos időben is. Az árakat mindig én magam is kontrollálom, és megnézem a környező kereskedelmi egységek árait. A mi áraink beleesnek abba a kategóriákba, ahol az egyes zöldségfélék, vagy a sajtok, vagy a füstölt húsok, vagy a tejtermékek más kereskedelmi egységeknél és közöttük a bevásárló központoknál is kaphatók. De ugye ezt mindig figyelembe kell venni, hogy ezek kézműves termékek, háztáji termékek, nagy figyelemmel, nagy odafigyeléssel készültek. Az őstermelői áruk garanciát nyújtanak a portéka minőségére, a fejlődés hazánkban is elindult a még egészségesebb háztáji élelmiszerek irányába, ugyanakkor az árérték arány nem változott.